Kettős megemlékezést tartottak Csákberényben. A katolikus templom kertjében az 56-os forradalom hősei előtt tisztelektek a Csókakő Csákberényi Általános Iskola növendékei, majd a mártírok emlékét őrző kópjafánál elhelyezték koszorúikat. Ezt követően Maszbart Antal, római katolikus plébános és Szikszai János református lelkész, az 1848-49-es szabadságharc két csákberényi áldozatának emlékművénél rótták le kegyeletüket az emlékezők. Minden év július 11-én vagy 12-én, illetve az ahhoz legközelebb eső vasárnap a református istentisztelet és mise után az emlékműnél találkozunk, és igmándi barátainkkal közösen koszorúzunk és emlékezünk a mártírpapokra, délután pedig Nagy Igmándon folytatódik a megemlékezés sorozat. Nagyon fontos, hogy ebben most már egy új generáció is részt vesz. Mit tesznek annak érdekében, hogy ők is megtanulják, hogy igenis milyen sokat köszönhet a település ennek a két embernek? Sóbor Antal könyve abszolút élővé tette a két mártír pap, Maszbart Antal és Szikszai János emlékét. Az emlékműsorban iskolásaink, óvodásaink ugye folyamatosan részt vesznek. Ez része a csákberényi életnek, kulturális örökségnek. A művelődési házban könyvbemutatón köszöntötték a Sobor család tagjait, abból az alkalomból, hogy új kiadásban megjelent Sobor Antal Perej Uram című regénye, amelyben az író a két mártír papnak állít emléket. Az 1848-49-es forradalmi szabadságharc idején a megtorlás az már 1849. januárjában megkezdődött, tehát az első kivégzéseket már akkor végrehajtott a megszálló osztrák hatalom. Az más kérdés, hogy valóban ez a megtorlás, ez tömegessé 1849. május végétől, június elejétől, Július Hajnó tábornagynak a fővezéri kinevezésétől vált, és ettől kezdve hetente, sőt volt úgy, hogy hetente többször történtek kivégzések Magyarországon. Ahogy a császári királyi hadsereg nyomult előre az ország területén, úgy vonták felelősségre azokat, akikre úgy gondolták, hogy támogatták a forradalmat. Ugye 49. július 1-én Hajnó kiadott egy kiáltványt, aminek értelmében szinte mindenki, aki nem vonult teljes passzivitásba és bármilyen módon megvádolható volt a forradalmi magyar kormányzat támogatásával, az büntethetővé és büntetendővé vált, akár rögtönítélettel, akár pedig szabályos haditörvényszéki eljárással. Ez különösen érintette a településeknek és azon belül is főleg a falvaknak az értelmiségét, tehát a lelkészeket, a jegyzőket, a tanítókat, akár a bírókat. Ugye ők voltak azok, akik kihirdették a kormány rendeleteit, és hogyha egy ilyen vérmesebb császári királyi parancsnok vonult be az adott településre, és megkérdezte, hogy felolvasták-e a függetlenségi nyilatkozatot, és ki volt az, akkor az illető bíró, vagy lelkész, vagy tanító az minden további nélkül a hadbíróság előtt, vagy a kivégző osztag előtt találhatta magát. Tudomásunk szerint a 48-49-es cselekedeteikért összesen nagyjából 150 és 160 embert végeztek ki, részint Magyarországon, részint pedig voltak olyanok, akik megpróbáltak hazaszökni, például huszárok Ausztriából, ott ugye 13 főt végeztek ki. Ez a 20. századi megtorlásokkal összevetve nem tűnik olyan nagyon soknak, hiszen mondjuk akár az 56-os, vagy mondjuk a 45 utáni megtorlásokat vesszük, hogy jóval nagyobb számokról beszélhetünk, de a korábbiakhoz képest, tehát ahhoz képest, hogy mondjuk a Veselényi összeesküvés, vagy a Martinovics összeesküvés után hány végrehajtott halálos ítélet volt, ez egy óriási szám volt, és nem véletlenül sokkolta a magyar társadalmat. Az külön fontos kiemelni, és a Maszbart és a Szikszai példája is ezt mutatja, hogy az egyháziak a számarányukhoz képest különösen nagy veszélyben voltak. Ugye a megtorlás során kivégzettek között összesen 7 pap volt, református, evangélikus, illetve katolikus lelkész egyaránt akadt közöttük, és hát ugyanígy elmondhatjuk ezt a falusi tanítókról, vagy a falusi jegyzőkről is, de ugyanilyen módon érintette ez a forradalom mi szabadsághoz felső elitjét. Ugye az aradi 13-ok példája mellett lehet hivatkozni Batthyány Lajosra, Csányi Lászlóra, Jeszenák János kormánybiztosra, Perényi Zsigmondra, a felsőház kivégzett elnökére, vagy Szacsvai Imrére, a képviselőház jegyzőjére, és meglehetősen sok volt ebben az esetlegesség. Tehát minden további nélkül megesetett az, hogy valakit ugyanazért a vétekért mondjuk csak némi elzárásra, vagy akár pénzbüntetésre ítéltek, és megesett az, hogy az illető pedig a hadbíróság és a kivégző osztag előtt találta magát. A történés szemével mit jelent egy település, mit jelentett egy település életében, hogy jó szerivel, szellemi értelemben kiüresedett a megtorlásokkal? Hát ugye nem nagyon folytak ilyen jellegű kutatások, de azért az, hogy ami Csákberénnyel történt, hogy a katolikus és a református lelkészt egyaránt kivégzik,
Ezzel ugye jelezték azt, hogy mire számíthat általában, nem csak maga a település, hanem mire számíthat az egész térség abban az esetben, hogyha bármifajta ellenállást tanúsít a császári királyi hatóságokkal szemben. És ez biztos, hogy sokkolóan hatott ezekre az emberekre, hiszen a lelkészek ugye manapság már talán nem annyira, de abban az időszakban a falunak valóban az értelmiségi, a szellemi vezetői voltak, akik mellett nemzedékek nőttek föl, ők kereszteltek, ők temettek, ők eskedtek, tehát mai ésszel szinte felfoghatatlan lehetett egy ilyen halálos ítéletnek a végrehajtása, és hozzá kell, hogy tegyük, hogy még az ellentétes felekezet beliek számára is döbbenetes lehetett, hogyha mondjuk akár a református, akár a katolikus lelkészt az adott településen kivégezték, és mondom főleg abban az esetben, hogy itt Csákberényben történt, hogy mind a kettőjüket alapvetően mondva csinált vétkekkel állították hadbíróság elé és végezték ki. Székesfehérvár számára nagyon fontos Sobor Antal munkássága. Nyilvánvaló, hogy a hosszú háborútól a éjjel hazajönnek a katonák mellett a Perely uram egy kiváló lehetőség arra, hogy egyrészt emlékezzünk rá is, másik oldalról pedig megmutassuk azt a sokszínűséget, ami a tanár úr munkásságát jellemezte. Ugye itt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az ő munkássága ebben a tekintetben a 80-as évek, 70-es évek, 80-as évekre esik döntő mértékben, amikor megújult a nemzeti tematika iránti érdeklődés. És ugye ő nem a hagyományos és a könnyebb utat választotta, tehát mondjuk, hogy a kiemelkedő, a csillámló nagy hősökről írjon regényt. Vatai Ferenc azért nem egy Dobó István, vagy nem egy Zrínyi Miklós, viszont az életén keresztül az a csapda helyzet, amibe belekerült itt a magyarság Mohács után, és benne maradt egészen Buda visszafoglalásáig, vagy az entai csatáig, ez nagyon jól érzékelhető. És a Perely uram is szerintem azért egy kiváló regény a történeti hitelesség mellett, mert egy olyan csoportot és egy olyan tematikát állított a középpontba, ami korábban nem volt szokásos. Tehát ha a Szabadságharc hőseiről volt szó, akkor mondjuk Damjanics Jánosról, Petőfi Sándorról, Kossuth Lajosról, a honvédekről szoktak írni, és jóval kevésbé azokról, akiknek a működése ugyanúgy hozzátartozott 1848-49-hez. A kivégzett lelkészekről meg végképp nem nagyon jelent meg semmi. Gasparics Kilitről, aki szintén tábori lelkész volt a Szabadságharcban. Róla addigra már megjelent három regény, mert ő majdnem kommunista volt az élete végén, tehát nagyon beleillett ebbe az akkori közbeszédbe. De azokról, akik sok esetben csak elszenvedői voltak mindannak, ami 48-49-ben történt, nem. És ebből a szempontból is ennek a regénynek a 85-ös megjelenése az nagyon fontos volt. És fontos egyébként a helyi hagyományok ápolása szempontjából is ezeknek a köteteknek az újra és újra való kiadása. Sobor Antal realista prózájának mélységei, a nemzet lelkiismeretét ébren tartó prédikátorok sokat tettek azért, hogy a morális helytállás mártírjait ne feledje az utókor. Nagy öröm az is, hogy egy regény harmadik kiadásban jelenik meg. Szerintem ez eléggé ritkasság számba megy a mai magyar könyvkiadásban, de ennek megvan az oka. Ugyanis ahova megyek az országba, és ezzel azért nem vagyok egyedül, minden hangsúlyozom, hogy egy olyan jelentős írói életműről van szó, amely méltán kevesebb jó szót kapott a magyar irodalmi közvéleményben, hiszen ha arra gondolunk, hogy az Éjjel hazamentek a katonák című novellájával már a 60-as évek elején berobbant a magyar irodalmi életbe, és nem sokkal később a Kossuth Rádió rádiójátékot szervezett ebből a remek novellából, és aztán folyamatosan jöttek a regények, jöttek a novellás kötetek, nem is akármilyen kiadóknál, hiszen országos kiadók adták ki műveit. Ezek között számomra a Hosszú háború és a Perely uram a két legfontosabb mű, azt hiszem, és ezzel sem vagyok gondolom egyedül. A Perely uram sikere az meg azért nagyon fontos számunkra, azt gondolom, mert itt a környéken játszódik 1849 véres osztrák terrorjának az idején. Az meg aztán még inkább boldoggá teszi az embert, hogy éppen október 6-án a Vörösmarty Színház bemutatta azt a remek színpadi változatot, ami viszont Román Károlynak, Sobor Antal barátjának és kiváló társának köszönhető. Ugye ez egy olyan történet, ami megmutatja a hajnaú korszak rémségeit, ugyanakkor nagyon-nagyon fontos, hogy az a letisztult kultúra, ami Sobor tanár úr írásait jellemezte, itt is megjelenik. Tehát ez tiszta és világos annak minden bajával együtt. Így van, és amellett, hogy a nagyon kegyetlen osztrák terror bemutatja, amellett számomra a másik nagyon fontos üzenet ennek a kis regénynek és a drámának is az, és ez nagyszerűen látható volt a színpadon is, hogy ez a két lelkész a nagyon nehéz, tragikus helyzetben egymásra talál, és mai divatos szóval az ökumenész szellemében
kerülnek közel egymáshoz. Valószínűleg azután, hogy azért itt Ságberényben bizonyára korábban voltak feszültségek a különböző felekezetek között. Tehát ez a másik nagy üzenete szerintem ennek a műnek, azon túl, hogy tényleg mementót állít annak a szörnyűségnek, ami 1849-ben a magyarokkal történt, az osztrákok nyomására. Az az erkölcsi parancs, a hit, amely kizárja az opportunizmust, ma is példa lehet minden ember számára. Sobor Antal 2002-ben úgy fogalmazott, mindig az lebegett előttem, hogy ezzel a könyvvel emlékművet állítok. Jelenthetjük, megtörtént.